A napokban Tolnamös határában állítottak meg egy gyanús román rendszámú autót a rendőrök. Az igazoltatás során kiderült, hogy a 32 éves férfi 7 illegális határátkelőt szállított az autóban, közülük 2 a csomagtartóban utaztak. Az illegális migránsok mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságukat, illetve jogszerű magyarországi tartózkodásukat semmiféle okmánnyal nem tudták igazolni, ezért kollégáim a szekszárdi rendőrkapitányságra előállították őket. Miután az egyenruhások meghallgatták a migránsokat, visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempészt előállították a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, ahol embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Őrizett bevétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki a 32 éves román férfit, majd ezt követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az embercsempészt a bíróság letartóztatta, tettért akár 8 év börtönt is kaphat.